Győzelemmel zárta az elmúlt évet a nyíregyházi kosársuli, a 9. fordulóban Debrecenben nyertek 70-36 a Dobó Lilláék. Az a találkozó egyben az öt csoport utolsó meccse volt 2022-ben, így e hét végéig megmerevedett a tabella. Az NKS eddigi szereplésére nem lehet panasz, 5 győzelemmel és 2 vereséggel a harmadik helyen várja a folytatás Farkasinszky-Gyuláni együttese. Azokat a mérkőzéseket, amit meg kellett nyerni, azokat meg is nyertük. Itt a Vasas elleni mérkőzésen van egy pici hiányérzetem, mert az egy győzelmi is lehetett volna. Ugye ott a Dorina nélkül léptünk pályára, melynek is család elfoglaltsága volt. Az összes többi mérkőzés az szerintem az a pillanatnyi erőállás szerint alakul. Itt ugye nekünk van egy lejátszandó mérkőzésünk a Diósgyőrrel, de ott ugye azért tudni kell, hogy ezek a csapatok azért, akik az A-klasszis csapatok második klubjaik, azért rendre lejátszatják az A-val edző játékosaikat, és ugye nem lépnek az A-ban nagyon sokat pályára, vagy a perceket töltenek a pályán, de azért mégsem mindegy, hogy napi kettőt edzenek, vagy napi egyeket, mint ahogy azt mi is tesszük. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat, amit eddig ki lehetett hozni, az ki is hozta, remélhetőleg a következő mérkőzéseken ugyanígy alakul, és akkor elégedettek leszünk a játékokkal. Az amatőr NBA zöld csoportját a DVTK U23-as csapata vezeti 5 győzelemmel, 100%-os teljesítménnyel. Második az MTK TFS-e 6-1-es mutatóval megelőzve a nyíregyházi kosársulit. Az alapszakaszt követően az első 2 helyezett csapat jut a rájátszásba, ahol a piros és a fehér csoportból érkező együttesekkel találkoznak. A harmadik hely az, amire reálisnak tűnik. Tehát a DVTK-ban még ugye mérkőzést játszunk. A DVTK-nál megint az a kérdés, hogy kik fognak a mérkőzésen játszani, de ezt az MTK-t, amíg az A-ból lejátszott 6 játékos, nem fogja tudni megvenni. Tehát annyival rutinosabbak, annyival gyorsabb kosárlabdát játszanak, amit szeretnék, nagyon szeretnék megoldani, de sajnos nem tudjuk megoldani. A Vasas az, amit azt mondom, hogy talán ott esélyünk van. A DVTK az megint egy ilyen kettősség, még nem játszhatunk erre, hogy nem nagyon tudom, hogy mire számíthatunk és mire nem számíthatunk. Reménykedünk, maradjunk annyiban. Na most, ha most nem fogunk rájátszást játszani, én úgy gondolom, akkor se lesz gond meg probléma, mert ha elnéztük a tabellát, csak olyan csapatok fognak rájátszást játszani, akik valamelyik más klubnak a második csapatai. Tehát Isten igazából mi megpróbálunk majd az amatőr szinten tornákat szervezni, és megpróbálunk ott valamilyen szinten továbbra is mérkőzést játszani, az biztos, hogy márciusra nem fogjuk befejezni a bajnokságot. A nyíregyházi kosársuli számára vasárnap folytatódik a bajnokság, akkor a Vasas Akadémia második csapatának otthonában lép pályára Farkasinszky-Gyuláni együttese.